Most pedig bemutatunk önöknek egy fiatal tehetséget. Lehet, hogy pár éven belül lesz egy világhírű teniszezőnk, egy magyar Agassi vagy Djokovic. Én 5 éves koromban kezdtem a teniszt ugyanitt ezen a pályán, úgy 10 éve pontosan. Először is láttam szüleimet játszani amatőr szinten itt a pályán, és gondoltam, hogy miért állhatnék én is be velük teniszezni. Anyukám szólt az egyik edzőnek, aki most már nem él sajnos, de úgy hívták, hogy Fagyas Katalin. Ő fedezett fel engem, azt mondta, hogy ha 10-ből 4-et vagy 3-at át tudok ütni, akkor beállhatok teniszezni az ő csoportjába. És pontosan 10-ből 9-et ütöttem át a háló, szóval már ott mondták nekem, hogy lehet ebben a sportban tehetségem. Máté, arra a kérdésre, hogy mit is szeret a teniszben, megfontolt választad, pontosan tudja, mi az, amit szeret benne. Szeretek teniszezni, mert ebben a sportban minden benne van szinte. Mindegy, futás, mozgás koordináció, most ugye jó az edzőm is, és az új edzőm nagyon segít a továbbjutásban. A tehetség, az elhivatottság, a szorgalom megvannak, és így a sikerek sem maradtak el. Máté 2012-ben megnyerte például a Masters Tennis Europe-ot, aztán első lett a Nike Euro Tour Master versenyen, amit a világklasszis Rafael Nadal is többször megnyert. Továbbá Európa-bajnokságokon első, második, harmadik helyezéseket ért el. Valkusz Máté célja, hogy egyre feljebb jusson a nemzetközi mezőnyben is. A sportágban őt ma a jövő nagy magyar reménységének tartják. Valkusz Mátét az Új Európa Alapítvány támogatja a felkészítésben.